Jövő évtől a vállalkozókra még több pénzügyi teher hárul, ugyanis a szociális és egészségügyi biztosítóban még többet kell majd befizetni. Nem változnak ugyan a kötelező biztosítások százalékai, vagyis a vállalkozóknak a szociális biztosítóba továbbra is 33,15%-ot, míg az egészségügyi biztosítóba 14%-ot kell elvezetni, ami változik a minimális kivetési alap, tehát az az összeg, amelyből a kötelező biztosításokat számoljuk. Ez évben ugyanis az egészségügyi és a szociális biztosítás összegét legkevesebb 339,89 euróból kell számolni, míg a jövő évben ez az összeg 53 euróval több lesz, tehát 393 euróra emelkedik. Ez azt jelenti, hogy azok a vállalkozók, melyek az idén a kötelező biztosításokat a legalacsonyabb kivetési alapból fizetik, már a jövő év januárjáért, februárban többet fognak fizetni, úgy az egészségügyi, mind a szociális biztosítóba. A legalacsonyabb összeg az egészségügyi biztosítóba jövő év januárjától az idei 47,58 euróról 55,02 euróra emelkedik, míg a szociális biztosítóba az idei 112,66 euróról 130,27 euróra, ami összehasonlítva az idei évvel összesen havi 25,05 eurós többletet jelent. Egyszerűen mondva, amennyiben a vállalkozó ez évben kevesebbet fizet az egészségügyi biztosítóba, mint 55,02 euró, akkor azzal kell számolnia, hogy 2013. január 1-től az egészségügyi biztosítóba legkevesebb havi 55,02 centet kell fizetnie. Amennyiben a szociális biztosítóba ez évben kevesebbet fizet, mint 130,27 eurót, akkor 2013-ban, már februárban, a januári hónapért be kell fizetnie 130,27 eurót. A minimális kivetési alap megnövekedése pozitívamat is jelent azon vállalkozók számára, akik a jövő évben is szeretnék kikerülni a szociális biztosítóba való kötelező biztosítás fizetését, ugyanis amennyiben a vállalkozásból származó bruttó jövedelem ez évben nem haladja meg a 393 euró 12-szeresét, azaz 4716 eurót, akkor 2013. július 1-től, illetve október 1-től nem kell bejelentkezni a szociális biztosítóba, és nem kell fizetni a 130,27 eurós szociális biztosítás minimális összegét sem. Ennek kapcsán a vállalkozók figyelmébe ajánlanám azt a tényt, hogy amennyiben a vállalkozásból származó bruttó jövedelmük 2012-ben meghaladja a már említett 4716 eurót, így 2013. július 1-től, illetve október 1-től az egészségügyi biztosításon kívül, mely minimálisan 55,02 euró, a szociális biztosítást is kell fizetniük, mely minimálisan 130,27 euró, tehát összesen a teher 185,29 euró lesz. Ami az egészségügyi biztosítást illeti, tudjuk, hogy az éves egészségügyi biztosítás elszámolását a 2011-es évért a vállalkozók helyett is az illetékes egészségügyi biztosító végezte. Szeretném felhívni a vállalkozót figyelmét, hogy az egészségügyi biztosító által a 2013-as évre kiszámolt előleg összege nem lesz alkalmazva, ugyanis menet közben az egészségügyi biztosításról szóló törvény módosítva volt. Az új szabályok szerint a 2013-as évre vonatkozó egészségügyi biztosítás előlegeinek kiszámításánál a vállalkozásból származó adólapot nem csak a befizetett egészségügyi biztosítással kell emelni, hanem a befizetett szociális biztosítás összegével is, és ezután az összeget 1,9-es koeficienssel kell osztani, nem pedig 2,14-jel.
Ezen változások növelik a befizetendő előlegek összegét, és sajnos egyúttal nehezítik a vállalkozók életét, akik közül bizonyára többen is elgondolkodnak majd azon, vajon érdemes-e tovább vállalkozniuk.